sziasztok! Ígértem egy TGP beállítás tutorial, nem tudom mit, hogy ahhoz, hogy jobban lássál. Van itt ilyen, hogy Air to Ground, TGP, és ugye ott van a Waypoint 1, aminek az, ami alatt közvetlenül ott van egy tank. Illetve van négy is, egész konkrétan itt szétszorva, csak egyrészt mire beállítottam, hogyha minden jól működjön hangügyileg, másrészt lényegében pont azért, hogy ne lássam jól, vagy ne emlékezzek, hogy hol van. Azt tudom, hogy valahol itt van egy. Azt tudom, hogy valahol ezen a környéken, innen nem messze van még három. Hogyan találja meg a legegyszerűbben őket? Hát először is van egy ilyen opció, senkit ne zavarja, hogy nem egyébként... Igen, kicsi lányom segít a tutoriálban. Tehát, először is megállítottam ugye a játékot aktív pauza, hogy szépen nézelődni tudjak. Ez a kezdetek kezdetén, amikor elkezdtem tanulni az egészet, azt mondtam, hogy nem fogom megállítgatni, meg nem tudom micsoda. Nem igaz, hülyeség. Csináld, állítsd meg, nyugodtan állítsd meg, várd ki a trackáját is, vagy hogyha van fejköveted, azt is kapcsolt ki, hogy azt lásd, amit csinálnod kell. Ne pedig azzal foglalkozz, hogy megpróbáld ott tartani a fejedet, és megpróbáld ott tartani a repülőt azon a célon, a célterület fölött megpróbáld ott tartani a repülőt, és azzal kell foglalkoznod a helyet, hogy keresed a tankot, vagy a célpontodat. Na, az első és alapvető lépés ilyenkor ugye, hogy van a White Hot és van a Black Hot. Itt fönt látható egyébként vagy CCD, tehát ez a kamera display, vagy a White Hot, amikor is a minden, ami meleg, ami hőhatás, az fehéren lesz jelezve. A Black Hot pedig minden, ami meleg és hőhatás, vagy hő, az meg feketén lesz jelezve. A kettő akkor jön jól, a kettő között a különbség akkor jön jól alapvetően, hogyha mondjuk a háttér, tehát hogyha mondjuk ide nézek és ide rázoomolok, ez ugye elég fehér. Tehát akkor elég valószínű, hogy én amit keresek, tehát Black Hot-ban, bocsánat, tehát ami itt normális esetben CCD-ben kicsit szürkébb vagy fehérebb, azt nyugodtan lehet Black Hot-ban nézni, mert akkor az fog elütni, akkor a meleg, az el fog ütni a fekete alapon a meleg. Ha pedig mondjuk nagyon világos az a célterület, vagy nagyon sötét az a célterület, amit megnézek, vagy amit vizsgálok, akkor a White Hot-tal fogom keresni azért, mert akkor úgy fog elütni nagyon az a háttértől a célom. No. Ugye azt is már lehet látni így instant, hogy rögtön a narrow és a wide felül, vagy kamera állással nézegetek. Tehát én nem úgy nézek be, hogy bezoomolok általában, hanem első körben a narrow és a wide között válogatok. Na most, hogyha ez a szokás megvan, hogy ehhez hozzászoktunk, akkor gyorsabban lehet átnézni egy nagyobb területet. Ugye, mert bezoomolok, ops, ott már látom is. Ugye a White Hot alatt alapvetően állítsuk egy Point Track módba, mondanám 4 Maverick, úgyhogy majd a végén esetleg meg is szórom őket. De meg is találtam az egyiket rögtön. Miért? Azért, mert a White Hot, ugye, ha most visszamegyek oda a célra, és visszaállítom normális módba, ugye látjuk, hogy a maga a kerekei alatt lévő dobok meg ilyesmi, tehát ahol a hőt maximálisan le fogja adni, ugye a páncélon keresztül annyira nem fogja tudni, az világít nagyon. Azért, mert ugye a körülötte lévő háttér, úgymond, vagy a föld, mondjuk Black Hot módban annyira nem látszana, nyilván ott is egy picit, ez pont olyan háttér, ami mind a kettőre elég jó, de Black Hot módban azért annyira nem látszik. Tehát, hogyha mondjuk kizoomolva távolról nézelődnék valamit, most jól el is kattintotta ez az izé, kizoomolva távolról nézelődnék valamit, akkor simán elkerülné a figyelmemet, mert a teteje beolvad a háttérbe. Viszont ez már annyira nem. Tehát itt már annyira nem. Na most, hogyha ez még mindig nem elég, hogy úgy mondjam, még mindig nem elég világos,
nyugodtan lehet a kontrasztot növelni bőséggel, ugye nyilván, hogyha white hot módban vagyunk, mert a black hot módban az sokat nem fog számítani nekem, hogy én gyakorlatilag kifehérítem az egész képernyőt, de white hot módban majdhogy nem szembeszúr ez a kijötlő, vagy ez a kiugró fehér színe a tank aljának, vagy most egy jelen pillanatban pont egy BMP. Ups, összeugrálok, jaj, de jó. Igen, mert nem, mert point track módban vagyok. Na. Következő, amit meg lehet csinálni, ugye ugyanez visszafelé, igaz. Blackout módban is, tehát hogyha én ezt le fogom szűkíteni, viszont itt majd a kontraszton, illetve a brightness-en kell növelni vagy csökkenteni, azért, hogy szépen ugyanilyen módon elüssön a háttértől a tankomnak az alja. Nyilván ez most annyira nem látszik itt jól, ugyanis ha mondjuk itt nézném, ugye white hot módban, akkor az nagyon elütne. De keresek valami nagyon fehér hátteret. Hát speciál itt. Ha itt állna egy tank, amit mondjuk megnézhettem volna előre, de nem, most már mindegy. Ha itt állna egy tank, ugye white hot módban teljesen tökéletesen elütne mindentől. Mert elég sötét a háttér, vagy világos a háttér ahhoz, hogy amikor white hot módba rakom, akkor minden, ami nem meleg, az rögtön nagyon sötét fekete lesz, nyilván ilyenkor a kontrasztot nyugodtan lehet fölfele nyomni, és hogyha itt áll egy tank, akkor gyakorlatilag azonnal sikítana, úgymond bele rikítana a háttérbe. Ugyanez vice versa igaz, tehát hogyha nagyon sötét a háttér, akkor white hot mód, vagy a black hot módban ugyanaz el fog jutni tőle. Mert most például CCD-ben vagyok, tehát black hot módba bekapcsolom magam, és ott szerintem van is valami. Tehát ugye, hogyha bezoomolok, itt is van, ez meg egy BMP2-es. Tehát itt speciál ugyanez történt, hogy white hot módban iszonyatosan jól látni a háttér mögött lévő dolgokat. Ugye, hogyha itt a brightness-t, most ez nekem pont úgy van, hogy... Pont úgy van, hogy nem látni a brightness gombokat, de a lényeg az, hogyha a brightness növelem meg csökkelem, ugye érezhetően, látszódik az, hogy mennyire világít ez a része a tanknak. Tehát a BMP-nek, speciál itt, egy ilyen 32-nél, 33-nál már olyan, mintha gyakorlatilag be lenne kapcsolva vagy a UV lámpa. Tehát ugye 32 brightness, és a kontrasztot nyugodtan föl lehet nyomni ilyen 30, akár 40-ig is, hogyha szeretnéd. Ez nyilván akkor érdemes, vagy akkor fontos, hogyha a háttere, tehát ami mögött keresel, az milyen színű. Hogyha mondjuk ez teljesen fehér lenne, akkor nyilván a festés és ilyesmi miatt elég valószínű, hogy egybeolvadna vele. Jaj, beraktam én ezt azének? Már folytnak, nem mi? Igen, mondja, drágaságom. Meséljed el nekem. Ő is tudja, és ő is mondja. Mert kell. No, akkor van még kettő valahol, ami... Na, látod, már ki sem zoomolok, mert elfelejtem. Bezoomolsz, kizoomolsz, nézel tovább, és nem point track módban, mert ugye az a baj a point track móddal, ugye, hogy amikor valamit talál, és ő azt hiszi, hogy ez valami célpont, mert megtölti az egész teret is ugyanolyan színű, mint amit keresünk, akkor rá fog ugrani. Ezért inkább area módban keresek, és azt tudom, hogy valahol itt ezért mellett volt egy tank. Lehet, hogy pont a házak mögött van. Igen, tehát az, hogyha például egy ilyen helyre bebújna egy tank nekem mögé, azt elég valószínű, hogy nem venném észre elsőre én sem. Tehát, hogyha a két ház, vagy a ház meg a fák közé oda beólálkodik, besompolyog, akkor valószínű, hogy nem fogom észrevenni. De ez nyilván nem a TGP-nek, még nem az én szememnek a baja, egész egyszerűen azért, mert jó helyen áll és jó helyen tartózkodik. Na, szedjük ki magunkat innen, meg innen, és mondjuk azt magunknak, hogy forduljunk el. Nézzük más szemszögből. Tehát ugye nyilván a legegyszerűbb dolga akkor van az embernek, hogyha zavartalanul nézelődhet, és mondjuk nem kell légvédelemtől, vagy ilyesmitől tartania. Viszont ugye a másik dolog, amitől idézőjelben félnem kell, az az, hogy
ha forogatom a gépet, tehát repülök körbe-körbe, úgymond lingerelek a célpont fölött, vagy a célterület fölött, akkor elég valószínű, hogy ugyanazt a dolgot meg fogom találni másik szögből is. Ezért érdemes, én szoktam egy-egy markpontot lerakni oda, amit már találtam. Ugyanis, hogyha észreveszem, hogy oké, hát itt már van markpontom, azt ugye nyilván nem fogja kijelezni nekem, hogy ott már van markpontom, de a lényeg az, hogy amikor végig pörgetem a dolgokat, és mondjuk, mit tudom, én kijelöltem 12 különböző célpontot, akkor látni fogom, hogy ja igen, hát azt már egyszer már indítottam rá, vagy más szemszögből látom majd, hogy ugyanazok a épületek vannak körülötte. No, tehát ugye a másik dolog, ami elég fontos, hogy addig a pontig, amíg ezt nem megy, úgymond, vagy nem áll rá a szemed teljesen, hogy ezt mindenféle kontraszt és ilyesmi növelés nélkül észreved, addig a pontig nyilván nem ajánlom azt, hogy ne állítsd white hotra, még akkor is, hogyha a háttér olyan, hogy mögötte bezavarna az. Azért, mert ha nagyon-nagyon sok kontrasztot adsz rá, akkor jobban rá fog állni a szemed arra, hogy mit is keresel. És amikor már ez megy, akkor nyugodtan lehet majd mindenféle olyan dolgokat csökkenteni meg visszarakni normálba, ahol már látszik az, hogy tulajdonképpen mit is csinálsz. Ez nyilván nem azért van, hogy a streamelés alatt is lássa mindenki, hogy te mit hogy csinálsz, hanem inkább az, hogy rájön, megtanulja a szemed azt, hogy mit keresel. Nekem is van rengetegszer egyébként, hogy van ez a instant mission az A10-hez, és előfordul, hogy nem veszem észre, hogy mit keresek, mert egész egyszerűen elfelejtem, hogy kéne keresni. És nyilván mondjuk mit tudom én, egy 2-3 hónap kihagyás, vagy 2 hét kihagyás is elég ahhoz, hogy elfelejtsem, hogy tulajdonképpen mit is kéne beállítgatnom. De a lényeg az, hogy ugye összességében én azt mondanám, hogy egy 35-40-es kontraszt minimum, és egy 30-as brightness körülbelül. Az, ami ja is white hot mód. Az, ami igazság szerint az ilyen urbánusabb területeken, tehát város, ilyesmi, ott ki fog ugrani szinte a cél a háttérből. Na, most, hogy itt elhülyéskedtem magamat, ugye másik szemszögből ránézünk, ugyanígy megállítom az egész mindenségemet, és zoomolgatok ki be, és keresgélek. És megyek tovább, ha nem találok semmit. Igen. Ugye azt az előbb ott már megtaláltuk, igen. Ez volt az. Na, ilyenkor jön az, hogy... Hű, de csúnyán köhög itt valaki. Ilyenkor jön az, hogy azt mondom, hogy mark.a. Miért raktam ide mark.ot? Jó, nem baj. Mark.b. Ez a tankom. És mark.c, ugyanaz a tank. Tehát ilyenkor a legegyszerűbb ugye az, hogy azt mondtam, hogy hát igen, akkor ezt most kétszer találtam meg. Többek között az is segít ilyenkor persze, hogyha a koordinátákat nézzük. És akkor gyakorlatilag nagyjából meg is vagyunk azzal, hogy én hogyan használom, amit csinálok ezzel. És akkor onnantól kezdve, hogyha a Maverick-et kell használni, az már nem érdekes, mert már TGP adatait fogja átvenni és oda fog lőni, és oda fog zoomolni. Szépen pogy!
Viszontlátásra!